Sziasztok! Vanni még pár hete csinált egy olyan videót, ami csak egy sima beszélgetős tag videó volt, és elég sokan írtátok, hogy legyen még ilyen, úgyhogy gondoltam, hogy ellopom Vanni ötletét, és én is készítek most nektek egy ilyen lazább beszélgetős videót. Igazából nem csak azt akartam elmondani, hogy mi van most így velünk, meg velem, meg a csatornával, hanem akartam mutatni is valamit, ami a karácsonnyal kötődik össze, ugyanis ugye pár hét múlva itt van karácsony ünnepe, és erre itt az ideje, hogy egy kicsit ráhangolódjunk, legalábbis én nekem egyáltalán nem volt karácsony hangulatom addig, amíg meg nem láttam azt, amit most mutatni fogok. Előtte viszont még, hogy a beszélgetős rész is meglegyen, ugye az előző két hétben nem nagyon volt videó, blogbejegyzés sem, eléggé összejöttek most így a dolgok igazából, nem is értem, hogy eddig hogyan tudtuk tartani azt, hogy heti egyszer jött videó, mert annyi tanulnivaló van, meg program, meg minden így közben jött, úgyhogy hát igen, és ugye nem annyiból áll egy videó, hogy leülök és elmondom, hanem még meg kell vágni, aztán még konvertálom, és YouTube-ra rakom, és minden, szóval eléggé bonyolult, de most látjátok ugye ezt a lazább videót, és nem kell várnatok egy hetet, hanem pár nap múlva jön a következő videó, ami már 100%-ban karácsonyi vagy téli témájú lesz. Ezen kívül pedig a blogunkban is újabb frissítések jöttek létre, vagy hát jönnek majd létre, ugyanis december 1-től 24-ig minden nap ki fogunk rakni egy képet. Ez már tavaly is működött a blogba, és minden nap kikerült egy kép, egy zene címével együtt, mint egy ilyen adventi kalendár, hogy nem tudom, visszaszámlálás karácsonyig. Viszont most úgy döntöttük, hogy saját képeket fogunk belerakni, tehát olyan képeket, amiket mi fotózunk, vagy lehet, hogy nem éppen csak egy kép lesz, hanem valamilyen tanács, vagy blogbejegyzés, vagy zene, vagy akármi. De a lényeg, hogy minden nap lesz valami új a blogban, úgyhogy érdemes lesz nézni. Akkor térjünk is rá a mai videónak a fő témájára, az pedig a karácsonyi előkészületek, legalábbis nekem ez a karácsonyi dobozom, ami 2013-as, vagy hát az van ugye ráírva, mivel tavaly nagyon-nagyon sok díszt szereztem be, ami ilyen karácsonyi, meg minden a szobámban is tök karácsonyi volt, és ezeket januárban elraktam egy dobozba, és nem is emlékeztem, hogy ezek egy dobozban vannak, hanem egy hete a szekrényemben katoráztam, és rájöttem, hogy van ez a doboz, és kinyitottam, és annyira karácsonyi hangulatom lett, mert teli van minden, most meglátjátok mivel, és teljesen karácsonyi lázban égtem utána, szóval gondoltam, hogy talán ez nektek is meghozza a kedveteket, vagy hasznos lesz, ami benne van, mivel a legtöbbnél meg tudom mondani, hogy honnan van. Az első, ahogy kinyitom, egy ezüst cucc van benne, igazából szerintem ezt karácsonyfára ugye lehet így körbe rátekerni, mivel eszméletlen hosszú, viszont én a szobámba a szekrényemre húztam itt végig, konkrétan erre a szekrényre, a tetejére, és így ilyen gyönyörű ezüstös cucc. Tippem nincs, hogy mi a neve, nem tudom, de arra emlékszem, hogy az IKEA-ból van. A tavalyi évben voltak olyan blogbejegyzések, amelyeket úgy csináltam, hogy a szobámat átalakítottam karácsonyi szobává? Nem. Szóval a szobámba raktam karácsonyi dekorációkat, és ezeket láthatjátok a tavalyi blogbejegyzésekben. Ezeket lerakom a leírásba, és akkor könnyen eljuthattok oda, és megnézhetitek. És oda le van írva egy csomó minden azokról a dolgokról, amiket most mutatni fogok, mivel akkor ugye azok frissek voltak, és emlékeztem például arra, hogy mennyibe kerültek, stb. De arra emlékszem, hogy ez IKEA-ból van, és összegubantolódott a következő dologkal, ami egy piros cucc. Nem tudom, miért nem tudom semminek a nevét. De most komolyan, ennek mi a neve? Hogyha valaki tudja, akkor írja le. Ez szerintem ugye alapból olyanra szokták használni, hogy ilyen ajándék csomagoknak a díszítésére. De narancsárga ugyanilyen kis szalagban összetekerve, és ugyanilyen volt pirosból is, tehát olyan, mintha egy göndör haj lenne. És a tavalyi blogbejegyzésben láthatjátok, hogy mit, hogyan díszítettem fel vele. Igazából nagyon hangulatos volt, meg nagyon tetszik, és örülök, hogy nem dobtam ki. Úgyhogy idén is jó lesz valamire. Aztán, ahogy kinyitottam, az első, ami árad belül, az az illat. Mivel van benne egy gyertya, ami szintén blogbejegyzésben volt, na jó, nem mondom, mert többször minden blogbejegyzésben volt már, szóval ez a gyertya fahéj illatú, ha minden igaz, igen, fahéjas, almás. Hihetetlen erős illata van, de nagyon-nagyon jó. Nagyon, és tindra
nevezetű a márkája, ez is IKEA-s, és az IKEA-ban vagy millióféle ilyen gyertya van, mint tehát millió illatú, és annyira erősek és annyira finomak, szóval mindenkinek csak ajánlani tudom, és tavaly nagyon sokszor gyújtottam meg, és most mégis teljesen teli van. Szóval szerintem ez még kibírja a jövő karácsonyig is. És a gyertyáknál maradva itt egy másik gyertya is, amit még nagyon-nagyon sok éve kaptam egy barátnőmtől, és azóta se gyújtottam meg, mivel annyira gyönyörűen néz ki, és nem volt szívem meggyújtani. Tudja, hogy nem fog rá fókuszálni. Na mindegy, a fejemben marad a fókusz. Szóval csak így mutatom. Igazából olyan, hogy ilyen karácsonyi minták, szarvas van rajta, kívül. És hogyha meggyújtanám, biztos nagyon gyönyörű lenne, de nekem még így is jobban tetszik, és tényleg nem volt szívem meggyújtani, szóval valószínűleg idén is csak így kirakom a szobámba, és akkor ott lesz még dísz, de nem hiszem, hogy meg fogom gyújtani. Következő ilyen kis dobozba lehetett kapni, igazából ilyen fényes arany és ezüst gömbök, amiket karácsonyfára lehet ugye aggatni, viszont nálunk úgy van, hogy a karácsonyfára megvannak az alap díszeink, amiket már évek óta használunk. Még mikor én nem is éltem, már akkor is anyáik mindig azzal díszítették a karácsonyfát. Ezért nem szoktunk újításokat bevezetni. Ezek a karácsonyfa díszek nálam a szobámban, vagy a növényem szoktak lenni, vagy csak simán lerakom valahova, és úgyis tök aranyosan néznek ki egymás mellett. Szóval 12 darab volt egy ilyen csomagba, és nem emlékszem, talán 300 vagy 400 forint volt, de a lényeg, hogy nagyon megérte, mivel olcsó volt. Igen. Aztán benne van egy Starbucks-os pohár, amit azért raktam bele, mert karácsonyan néz ki. Karácsonyosan néz ki. Igen. Hát, már nincs kávé illata. Na mindegy. Aztán az egyik legjobb. Benne van egy ilyen kis olaj, illatosító olaj, ami mézes kalács illatú. És ezt tavaly vettük kint Bécsben. A családdal, annyira finom illata van. Szóval igen, tavaly voltam Bécsben a családommal, és akkor vettük kint, de szerintem bármilyen karácsonyi vásárra mentek, biztos, hogy lehet ilyet kapni. Igazából ez arra való, hogy... Megmutatom. Van egy ilyen kis kerámia víztartó edénykém, amiben tehát ugye víz van, és van rajta egy ilyen kampó, ezzel fel lehet akasztani a radiátorra, és ebbe lehet belecsepegtetni pár cseppet ebből az olajból. És hát ugye a meleg miatt elkezd párologni a víz, és ezért az egész szobát bejárja ez az illat. Igazából nem szoktam bele annyit önteni, hogy az egész szobában ilyen illat legyen, de egy picit mindig érződött, és ez nagyon tetszett. Szóval mindenkinek ajánlani tudom ezt is. És erről jut eszembe, ugye mondtam, hogy tavaly voltunk Bécsben a családdal, és idén is megyünk Bécsbe a családommal. És éppen ezért arra gondoltam, hogy a csatornánkon még soha nem volt vlog videó, ugye, amikor csak úgy megmutatom, hogy én mit csinálok aznap, vagy valami ilyesmi. Igazából szívesen csinálnék egy vlog videót nektek Bécsről, mivel ugye ez is tiszta karácsonyi, meg minden, és akkor valamikor feltölteném karácsony előtt, szerintem mindenkinek megjönne a kedve, és hát ugye az is lehetne, akinek most nincsen lehetősége, vagy ideje kimenni. Viszont nem olyan vlog videó lenne, hogy mutatom, hogy felkeltem, és akkor utazunk, és hogy én meg a családom mit csinálunk, mert ez eléggé személyes dolog, és ezt nem is akarnám megosztani veletek. Tehát nem arra menne, hogy én, meg hogy mi, meg minden, mert nem tudom, hogy ki találná érdekesnek, de én biztos nem. Úgyhogy inkább csak az lenne, hogy ugye magát a dolgokat mutogatnám ott a vásárban, meg akármit az utcákon. Szóval, hogyha kíváncsiak lennétek erre, akkor írjátok meg kommentbe, hogy legyen a vlog videó, vagy ne legyen. Igazából én szívesen elkészítem, szóval rajtatok áll, hogy szeretnétek-e. De most nézzük tovább a dobozkát. Van kettő ilyen kis doboz, ami zöldre vannak lefestve. Hogyha közel tartom, úgy sem megy rá a fókusz. Ahhoz el kéne érnem odáig, és most nem megyek oda, szóval elmagyarázom. Zöld dobozka, és a tetején van egy ilyen kis hópehely, ami még csillámos is. Itt oldalt van egy ilyen szalag. És benne mi más lenne, ha nem egy doboz. Hát, megnézem a másikban is. Másikban is dobozom. Nagyon hasznos, de jó, igazából tök szép, mert ez is olyan, hogy ugye karácsonyfára lehet akasztani, amire én biztos nem fogom, szóval majd kitalálom hova. Ezt még tavaly a sulimba vettük, ugyanúgy egy ilyen karácsonyi vásáron.
És hát valaki ezt készítette kézzel, szóval nagyon nem ilyen bolti jellegű, hanem tényleg valaki leült és megcsinálta, és nagyon szép, szóval hogyha van hozzá anyagotok vagy bármi, akkor ti is el tudtok könnyen készíteni egy ilyet, és hogyha karácsonyi, és szerintem karácsonyi ajándéknak sem utolsó, nyilván, hogyha nem egy dobozt raktok bele, mert most egy dobozzal mit kezd az ember? Nagyon semmit. Szóval, hogyha nem egy dobozt raktok bele, akkor tök jó ajándék lehet belőle. Aztán ezen kívül szintén kettő karácsonyfa dísz. Az egyik egy puki angyalka, ami üveg angyalka. Erre muszáj fókuszálni, ezt most mondhatom. Ide. Ezt most ki... oda fókuszál. Szóval annyira szép, annyira aranyos, és még nagyon-nagyon sok éve kaptam valakitől, már nem tudom kitől. És igen, mindig ki van a szobámban, mert olyan szép, úgyhogy ez is benne volt. Hál' Istennek nem tört el. És a másik, amit ugye leraktam az előbb, az egy kis harang, ami... Nem, semmi extra, igazából ilyen fonálból van megcsinálva. Fogalmam nincs, hogy lehetett megszilárdítani a fonalat, de valaki ezt nagyon jól megcsinálta. És ez is tök aranyosan néz ki. Ha valaki tudja, hogy kell csinálni, akkor csináljon. Én nem tudom. Benne van egy karácsonyi kis szatyor. Nincs benne semmi. Aztán benne vannak még ilyen Mikuláshoz vacskók, amivel ugye Mikulás hozott csokikat. Ebben semmi érdekes nincsen, és végül az utolsó blog, ami van benne, egy fehér zacskó, amiben még egyéb ilyen dekorálós dolgok vannak, vagy hát egyfajta dolog, mégpedig ilyen kis nyomogatók vannak benne, ami arra való, hogy a papírt belerakod ide a résbe, lenyomod a tetejét, és akkor egy olyan formát, amit itt a tetején is mutat, kinyom a papírból. Ez tök jó dekoráláshoz, vagy borítékra, képeslapra, esetleg az ajándék doboznak is a tetejére tudsz rakni, például karácsonyfákat. És nem az van, hogy egy körömollóval neki állsz kivágni egy mini karácsonyfát, hanem csak ezzel a lenyomóval megcsinálod. Itt is elérem a fókuszt, mert ezt is látnotok kell. Ezzel van angyalkás, meg karácsonyfás, hófejhes és nyuszikás, de ez egyértelműen húsvéti, szóval ez mindegy. Szóval. Így. Valószínűleg kicsit jobban látjátok. Ez egy karácsonyfa. Ez, nem tudom, hogy mennyire fog látszani, de ezen nagy angyalka van, és egy hópehely. És még tudom mutatni valamit. Rájöttem. Van egy kis polcikám. És, hogyha ezt megfordítanám, amint látjátok, karácsonyfák vannak kivágva egy zöld papírból, és szokás szerint ezt is a blogban megtalálhatjátok, hogy hogy csináltam, csak meg akartam mutatni, hogy a kinyomóval tehát ilyeneket lehet csinálni. Szóval igen, ennyi lett volna ez a videó. Tudom, hogy nem volt hosszú és nagyon sok értelmesen volt, de remélem, hogy mivel már régen volt videó, azért ennek is örültök, és akkor tényleg pár nap múlva pedig jönnek a normális, hasznos karácsonyi videók. Szóval remélem, hogy mindenki ki fogja bírni karácsonyig ezt a sulis időszakot, kitartás, mert már nincsen sok hátra, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!